szibériai születésű orosz muzsik, az utolsó orosz cár második Miklós és családjának bizalmába férkőző, majd nem sokkal az orosz forradalom előtt orvul meggyilkolt Grigori Jefimovics Rasputin alakja már a ilyen globális ikonná vált. Még aki semmit nem tud az orosz történelemről, még az is ismeri a populáris kultúra által is felkapott filmek, könyvek, komerciális termékek sokasága által megőrzött Rasputin nevét, amely név a promiszkuitással, a kicsapongással, ilyen szexuális szabadossággal fonódott össze az orosz birodalom végnapjain. Kétségtelen, hogy a cári család és különösen a német származású cárnő Alekszandra Fjodorovna bizalmát elnyerő Rasputin érdekes és titokzatos személyiség volt, akinek racionálisan eléggé nehezen megmagyarázható csodák övezték az életútját. Dokumentált, hogy csodálatosnak is mondható, gyógyító erőt tudott kifejteni a beteg, hemofíliában, vérzékenységben szenvedő gyermek Cárevics Alekszejre. Hát az orvosok nem tudták meggyógyítani Alekszej Cárevics vérzékenységét, míg Rasputin lehet, hogy valamilyen hipnotikus erővel, vagy ki tudja hogyan, ezt meg tudta csinálni. És ez dokumentált. Szintén dokumentált, többé-kevésbé hitelesen, az, hogy jóslatokat fogalmazott meg Oroszország és a saját végzetével kapcsolatban. Szinte az összes Rasputinról szóló műben szerepel, a nem sokkal a halála előtt írt ilyen jóslata, vagy proféciája, a cárnak írott levele, amelyben nem csak a saját közeli halálát és meggyilkolását jósolta meg, ami tekintettel arra, hogy elég nagyszámú ellensége volt, nem is meglepő jóslat, hanem azt is előrejelezte, hogy ha előkelő arisztokraták és a cár rokonai lesznek az érintettek a halálában, úgy Oroszországban polgárháború fog kitörni, és a cár gyermekei közül mindenki elpusztul 2 éven belül, és magát az uralkodót is megölik. Eljön az antikrisztus ideje, a templomokat lerombolják, és az orosz föld elpusztul. Ezt az állítólag Rasputin levelet, noha csak először 1922-ben publikálták orosz emigráns körökben, amikor eme jóslat jelentős része már ténylegesen valóra vált, ezért a hitelessége is erősen kérdéses, bár van több visszaemlékező is, például Rasputin, hát úgymond személyi titkára, Áron Szimánovics, és a cári család egyik nevelője is említi, hogy tényleg volt ilyen jóslat, tehát nem kizárt, hogy ténylegesen létezhetett egy ilyen jövendőlés. Abban persze megint csak végül semmi különös nincsen, hogy Rasputin megjósolta a cári rend, a régi rend bukását, vagy akár a cár erőszakos halálát is, mert ezt sokan megjósolták az 1910-es évek Oroszországában, a költő Alexander Blok, a történész Vasily Kluchevsky, vagy éppenséggel a nagy iparos Alekszandr Putyilov is. 1916 végén, amikor pedig Rasputint megölték, akkor általános érzület volt az Oroszországban, hogy elkerülhetetlen a régi rendszer összeomlása. Sőt, 1916 végén, utolsó heteiben, hónapjaiban már meg is indult ténylegesen a régi rendszer összeomlása. Tehát Rasputin és a Rasputin jelenség a széles körben ismert szexuális kicsapongásai, viselkedése, szóval az egész Rasputin körüli mítosz, ez meghatározó szociális funkcióval is rendelkezett. Ez mintegy a szimbóluma volt annak, hogy Rasputin viselkedése és orgiái, kicsapongásai ténylegesen megtestesítették azt, ahogy Oroszország népi paraszti rétegei és az urbanizált, westernizált elit közötti szakadék áthidalásra kerül. Mert gondoljunk bele, az, hogy egy mezítlábas, piszkos körmű, részeges szibériai muzsik gyakorlatilag
végig megy a neki önként felkínálkozó pétervári úri hölgyeken, akik az orosz elit legfelsőbb köreibe tartoztak alkalmasint. Szóval ez azért egy erős szociális üzenettel is bír. Elterjedt pletyka volt egyébként az is ekkor Oroszországban, hogy Rasputin még a cárnővel is lefeküdt, de ez nem igaz. Ez a pletyka nem rendelkezett valóság alappal, de tény, hogy volt ilyen pletyka. Még akkor is, ha ez nem volt igaz. És hát azért mi lehet erősebb szimbólum ma annak, hogy az Oroszországban 1917-ig formálisan fönnálló rendi társadalom bomlásnak indult. Ez egy szociális szimbólum. A nyugat-szibériai helyi viszonylatban jómódú vidéknek számító Pokrovszkoje faluból származó Rasputin fiatal korában sokat zarándokolt Oroszország különböző részeire, Verhotúrjébe, Kazanyba, Kijevbe, Szentpétervárra, de külföldre is eljutott, például az Atosz-hegyi kolostorokra, vagy Jeruzsálembe, a Szentvárosba is. Most ezen útjai során került kapcsolatba a befolyásosabb egyházi vezetőkkel, többek között például Szergijjel, a Szentpétervári Teológiai Akadémia rektorával, aki majd 1943-tól az Orosz Pravoszláv Egyház, hát lényegében Sztálin által kinevezett pátriárkája lesz. Most ezeken az útjain tanult meg a korábban írástudatlan szibériai muzsik valamennyire írni, olvasni. Itt 1903-1904 táján a legfelsőbb egyházi elit is felfigyelt rá, majd kapcsolatba került az uralkodó dinasztiához közel álló körökkel. 1905 novemberében, éppen abban az időben, amikor a forradalom, az 1905-ös forradalom megrázkodtatta Oroszországot, és aminek következtében II. Miklós jelentős politikai reformokat valósított meg, amik lényegében liberalizálták az orosz politikai, társadalmi és gazdasági életet. Szóval éppen ebben az időszakban történt meg az, hogy Rasputin életében először találkozott a csodákra és népi támogatásra szomjazó II. Miklós cárral. Ismert az, hogy II. Miklós cár és családja, környezete keresték ilyen misztikus emberek kapcsolatát. Ennek az az oka, hogy problémák voltak az utódlással, ugye sokáig nem született fiúgyermeke a cári családnak, amikor pedig megszületett a trónörökös Alexej, akkor kiderült, hogy hemofíliában és vérzékenységben szenved, amit nem tudnak kezelni a doktorok, az orvosok. És ugye a cárnőről is ismert, aki eredetileg német származású volt, de egy eredetileg protestáns, luteránus német lányból vált ilyen buzgóan vallásos ortodox nővé. Lehet, hogy ez a buzgó, feltűnően buzgó vallásossága Alekszandra Fjodorovnának egyfajta ilyen neofita buzgalom vagy kompenzáció is volt. Mindenesetre tény, hogy a cárnő különösen hajlamos volt az ilyen vallási misztikumra, amit Rasputin jól megtestesített. Rasputin azt is megtestesítette, az is kapura jött a cári családnak, hogy ez az egyszerű népfia volt. És Rasputin így a saját személyében szimbolizálta az uralkodó dinasztia és a nép közötti ilyen misztikus és bensőséges kapcsolatot. 1906-tól Rasputin már a legfelső orosz elit társaságában mozgott, megismerkedett személyesen Piotr Stolypin miniszterelnökkel is, aki nagyon bátor reformprogramot vitt ekkor Oroszországban, bár egyébként maga Stolypin undorító alaknak tartotta ezt a szibériai muzsikot. Rasputin elsősorban a cárné bizalmát nyerte el azzal, hogy kezelni tudta a trónörökös betegségét. Az, hogy milyen belsőséges kapcsolat alakult ki a cárnő és Rasputin, illetve a cári család lányai, lánygyermekei között, azt mutatja, hogy amikor a cári családot 1918-ban megölték, a cárné és a lányok holttestein Rasputint ábrázoló medalionokat találtak. Most a pétervári elitbe felemelkedő Rasputin természetesen szoros ellenőrzés alatt tartották és megfigyelték az orosz titkosszolgálatok.
mint nyilván mindenkit, aki az uralkodó környezetében volt és nem jól ismert szoros családtag. Így 1903-ban, 1907-ben és 1912-ben is az egyház és a világi hatóságok látókörébe került Grigorij Jefimovics, azzal a váddal, hogy a Hlisztek szektájába tartozik. A Hlisztek az egy orosz pravoszláv szekta volt, aminek az idézőjelben vett szertartásai ilyen orgiákká alakultak át. Most egyébként ezek a vizsgálatok, amik Rasputin ellen folytak itt 1905 után, ebben az esetben fölmerülhet a politikai manipuláció szándéka is, hiszen ekkor már az ország egyik legbefolyásosabb emberévé emelkedett föl Rasputin, akinek sok ellensége volt. 1907 őszén indult egy vizsgálat Rasputin ellen a Tobolszki püspök kezdeményezésére, ami eretnekséggel vádolta meg Rasputint. Mondván, hogy Rasputin Szentpéterváron ilyen különböző női hódulókat szerzett, akik meg is látogatták őt Pokrovszkojéban, Szibériában. Ezek a nők Rasputin, ezek a nők, akik a pétervári elit legfelsőbb köreibe tartoztak, ezek Rasputin parasztházában laktak, Szibériában, és mindenhova elkísérték őt. Rasputin gyakran ölelgette, csókolgatta ezeket a nőket, és olykor, ilyen késő éjszakában nyúló rendezvényeket tartottak Rasputin szibériai házában, és közösen jártak fürdeni, meg szaunába. Ezek a nők gondozták Rasputin háztartását, és nagy tisztelettel viszonyultak hozzá. Ők fésülték Rasputin haját, tisztogatták a körmeit, és így tovább. Ekközben Rasputin eléggé extravagáns, kihívó módon viselkedett a faluban, hogy a templomban feltűnően a végtagjait lóbálva imádkozott, és arról beszélgetett a falusiaknak, hogy ő a pétervári elit legfelsőbb tagjaival áll ismerettségben, és a faluban, Pokrovszkojéban nyilvánosan kézenfogva sétálgatott ezekkel a fővárosi dámákkal, így ilyetén módon áthágva minden társadalmi korlátot. És gondoljunk bele, amikor ezek a pétervári úri hölgyek elutaznak a szibériai muzsikhoz, Nyugat-Szibériába, ugye több napig utaznak csak azért, hogy ott legyenek vele együtt, és ápolják, gondozzák őt, az úri hölgyek gondozzák a szibériai muzsikot, ez megint csak egy erős ilyen társadalmi szimbólum, egy önmagán túlmutató szimbólumról van szó ez esetben. És nem csak arról van szó, hogy mondjuk Rasputin nagyon jó volt az ágyban, és valami olyasmit tudott, amiért nagyon hálásak voltak ezek a nők. Az itt lejött viselkedés egyébként arra is utal, hogy Rasputin eléggé tudatosan vonta magára a figyelmet, és próbálta irányítani a róla kialakított közvélekedést. Vladimir Kokovcov, aki Sztolipin után volt orosz miniszterelnök, a személyes benyomásai alapján úgy írt Rasputinról, mint egy nagyon is racionálisan gondolkodó emberről. Véleménye szerint Rasputin tudatosan játszotta ezt a szerepet, amit játszott, hipnózis tanult, és nagyon ravasz módon manipulálta az embereket. 1912-ben is folyt egy egyházi vizsgálat Rasputin ellen, megint csak a Tobolszki püspök kezdeményezésére, aki végül is meggyőződött arról, hogy Rasputin elleni vádak azok igaztalanok, mert Grigorij Jefimovics nem eretnek, annak ellenére igaz keresztény Rasputin, hogy bizony előfordult az, hogy a szaunákban tartott úgymond ördögűző szertartásai ilyen orgiákba és közösülésekbe csaptak át. 1912-ben Rasputin már annyira befolyásos volt, hogy némi szerepet is játszott abban, hogy Oroszország nem avatkozott be az ekkor kibontakozó balkáni háborúba. Ugye abba a háborúba, aminek a során kiszorították végleg Törökországot a Balkán félszigetről, az ott élő kisebb népek és országok. 1914-ben az első világháború idején is óvott a háborútól. Érdekes, hogy Rasputin a háború kitörésének a napján nem tartózkodott a cár mellett,
mert merényletet hajtottak végre ellene, és eme merénylet után lábadozott. Később elhatalmasodtak a botrányok Rasputin személye körül, olyannyira, hogy a személye már teherré vált az uralkodó számára. 1915-ben váltak elterjedté a pletykák és híresztelések Oroszországban arról, hogy Rasputin a cárnével hál. És ez abban a történelmi környezetben, amikor ugye sor került 1915-ben a nagy orosz visszavonulásra. Ugye 1914-ben az első világháború nem kezdődött túl feltétlenül Oroszország számára, mert az oroszok jelentős sikereket értek el Ausztria-Magyarország ellen Galíciában. Ugye Lemberget is elfoglalták, és a Premicsli erődöt is elfoglalták az oroszok. Viszont 1915 tavaszán, ugye a gorlicei áttörést követően az oroszokat több száz kilométerre visszanyomták keletre, és ekkor veszítették el az oroszok Lengyelországot is. Ugye ez a Velikoj átstuplénje, ez a nagy visszavonulás Oroszországban, ami jelentős mértékben demoralizálta az orosz közvéleményt és társadalmat. És ebben a helyzetben váltak elterjedté a pletykák arról is, hogy Rasputin a cárnével folytat szerelmi viszonyt. Ami elsősorban tepsi az uralkodó számára volt negatív, vagy az uralkodót érintette kedvezőtlen ez a pletyka, mert azt sugalta, hogy II. Miklós még a saját családjában sem tud rendet tartani, ha Rasputin már a cárnét is, a cár feleségét is a saját szeretőjévé tette. Ez jelentős mértékben erodálta az uralkodói hatalom tekintélyét, ez a fajta pletyka áradat Rasputin és a cárné kapcsolatáról. 1915-ben egy hatalmas skandalum robbant ki Rasputin körül, ekkor került sor a legendás fellépésére Rasputinnak, a rendkívül patinásnak számító moszkvai jár étterembe, ahol Rasputin az előkelő moszkvai közönség előtt, különösen a hölgy közönség előtt a saját nemi szervét mutogatta, és azzal dicsekedett, hogy ő a cárnéval hát eléggé intim viszonyban van. Ugye ez akkora botrány volt, ezt a lapok is megírták, ezt a hatalmas botrányt, ahogy Rasputin a nemi szervét mutogatta ebben az előkelő moszkvai étteremben az úri közönség előtt nyilvánosan, és olyan dolgokat mondott a cárnéről, amiket nem kellett volna, és ezután a cár már nem volt többé hajlandó személyesen fogadni Rasputint. 1916-os decemberi meggyilkolása Rasputinnak sok tekintetben rejtélyes. Ugye ezt a merényletet az előkelő családból származó Félix Juszopov és hát, cinkosai szervezték, akik úgymond a monarchia tekintélyének megmentése céljából ölték meg Rasputint. Most a gyilkosok, akik részt vettek ebben a Rasputin elleni merényletben 1916. decemberében, később visszaemlékezéseket készítettek arról, hogy hogyan került sor erre a gyilkosságra, de ezek a visszaemlékezések olyan hihetetlenek a Rasputin megöléséről, hogy az ember arra gondolhat, hogy ezek ilyen komerciális célból készült szenzációhajhász visszaemlékezések, mert ez szerint Rasputin simán megevett egy csomó süteményt, amit ciánkálival mérgeztek meg, anélkül, hogy bármi baja lett volna, majd ezután kétszer lelőtték, de ebből is fölállt Rasputin, majd utána összekötözve dobták be egy jeges csatornába, ahonnan viszont már úgy került elő, hogy kibújt a kötésből. Később az is fölmerült, hogy Rasputin meggyilkolásához közeledett a brit hírszerzésnek is, ugyanis Rasputin továbbra is arra biztatta az uralkodót, hogy kössön külön békét, és Oroszország hátráljon ki a háborúból, ezért el kellett távolítani ezt az embert, aki hát az Antant, Oroszország Antant szövetségesei számára is ilyen potenciális veszélynek bizonyult. Rasputin holttestét a cári rezidencia Cárszkoje Szielo egyik parkjában temették el, ám már a cár lemondása után, 1917 márciusában
Kerenszky miniszter utasítására Rasputin holttestét kiásták, benzinnel elocsolták és elégették. Érdekes, hogy 16 hónap múlva a cári család tagjainak a holttestei szintén hasonló sorsra jutnak az uráli Jekaterinburg közelében. Az egyik Szentpétervári Erotika Múzeum kiállítási darabjaként tekinthető meg egy üvegben őrzött, gigantikus méretű férfi nemi szerv, ami állítólag Rasputyiné lenne. Ezt ugyan nem lehet bizonyítani, ez nem bizonyított dolog, de mégis jelzés értékű, hogy ez az egyetlen testrész, ami megmaradt Rasputyinból. Noha Rasputyin testét elégették, szelleme továbbra is inspiráló maradt. Az 1917-es orosz forradalom az egy sokrétű forradalom volt, nem csak politikai, gazdasági, társadalmi forradalom zajlott ekkor Oroszországban, de szexuális forradalom is az új szovjet Oroszországban. És hát ebben az értelemben a Rasputin jelenség és az 1917 utáni idők között inkább a folytonosság, mint a törés szembetűnő. És igen, Rasputin azzal is megelőzte úgymond a korát, hogy ő szimbóluma volt a társadalmi osztályok közötti szakadékok áthidalásának, méghozzá a lehető legtestibb formában. Úgyhogy igen, Rasputin ebben az értelemben a jövő embere volt az 1910-es évek Oroszországában. Rasputin kapcsán gyakran hangzik el az a kijelentés, az a vád, hogy ő határozta volna meg az orosz politikát. Ez nyilvánvalóan túlzás. Nem Rasputin határozta meg az orosz politikát 1905-től kezdve, hanem II. Miklós, Sztolipin miniszterelnök és más tényleges tisztségeket betöltő személyek. Kétségtelen tény az is, hogy kimutatható, hogy Rasputinnak hatása volt alkalmasint bizonyos kinevezésekre orosz minisztériumokban. Legalábbis vannak erre vonatkozóan többé-kevésbé hiteles információk, de hogy Rasputin kezében lett volna az orosz államirányítás, az mindenképpen erős túlzás. Mindenesetre az a tény, hogy ezek a pletykák egyáltalán fölmerülhettek, Rasputin állítólagos szuper befolyásáról az orosz uralkodóra. Szóval önmagában az a tény, hogy ilyen pletykák és szóbeszédek megjelenhettek, ez a tény az orosz hatalom kollapszusát, összeomlását tanúsítja a kortársak szemében.